Hát azt gondolom az ősz egy felemásra sikeredett. A csapat ugye folyamatában lett építve, a játékosok folyamatosan érkeztek. A veretlenség önmagába azt gondolom, hogy pozitív. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a csapat körülbelül olyan 5 győzelmet elszalasztott, hiszen a 93. percben több esetben még vezettünk. Ennek a okait próbáltuk keresni az ősz végén. Kerestünk erre megfelelő megoldásokat. Igazoltunk azokra a posztokra, ahol úgy éreztem, hogy a legnagyobb gondok vannak. Én Szerbiából, Vajdaságból érkeztem, egy kis faluból, Péterévéről, a Lajos bácsi az edzőn és a Zottó Bartán csapatkapitányon keresztül érkeztem. Hát az első benyomásom, hogy nagyon jól befogadtak, persze küzdeni kell a csapat az első 11-ben levésért. Másik oldal! Ugye a kapuba voltak az ősszel gondjaink, ide leigazoltuk ugye Csanádi Dánielt. Hát sajnos a hétvége az nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, mind a két gólba sajnos ugye Ludas Adani. Hát reméljük, hogy hosszabb távon a leigazolását aláhúzza, hogy indokolt volt. Ugye a védelembe a Megye 3-as csapatunktól felhoztuk a Juhász Istvánt. Én azt gondolom, hogy ha a sérülések elkerülik és tud nálunk edzeni, feltétlenül tudunk rá számítani. Ez a! Az egész téli felkészülés nagyon nehéz volt, kemény, ugye hideg hóban, mínusz 17 fokban dolgoztunk, de keményen dolgoztunk, kétszer is edzettünk egy nap. Konditerem, sok barátságos mérkőzés volt, ahol szerintem szintén jól teljesítettem. A középpályán ugye elvesztettük a Halász Rolit és a Bölcsföldit, mind a ketten az ősszel elég jól teljesítettek, mindkét fiatal játékosban több van. Ugye érkezett a helyükre ez a Stanoilev, illetve a tavasszal kevesebbet játszott orosz Ádit próbáltam ugye itt a csapatba stabilizálni, továbbá Tóth Levente Balatonfüredről, akibe azt gondolom, hogy ha utonéri magát, tudunk számolni a szűk keretbe. Hát el szeretném érni, bár az első három hely meglegyen. Még szeretnénk a csapattal, esélyek vannak rá. Sok minden össze kell, hogy álljon ahhoz, de minket szeretnénk bár az első háromba benne lenni. Szemből a helyet! Állj neki le szemből! Vidd rá oldalra! De amúgy mindenki dolgozik, érted? Nagyon kemények dolgoztunk. Lehet, hogy mondjuk nem vagyunk szerencsés ez a utolsó meccs, mert szokott a eső, ilyenek, érted? Nem volt jó a pálya. Meccsvarulnál, igen? És nagyon nehéz megindulni a műfú pályán is, mert már 4 hónap ott edzettünk. Ez nagyon nehéz a játékosnak. A megyében vagyunk, sok öreg játékosunk van. Érted? Az nehéz nekik, de valahogy megöldük. A lelátóval az a helyzet, hogy annyit sikerült télen csinálnunk, még a téli felkészülés vagy a szünet volt, hogy belül teljesen felújítottuk, most ért festések, padokat kifestettük, a folyósot kifestettük, az ajtókat lefestettük, tehát egy belső teljes felújítást tudtunk most rajta csinálni. A nyertes pályázatunk volt a tribün építéséhez, vagy bővítéséhez. Ahogy mondod, székekkel, esetleg büférésszel, csak ugye itt több százmillióról beszélünk, ami az a 30% önrész kellene, hogy biztosítjuk, és akkor így tudnánk a pályázaton tovább lépni ez ügybe. Ennek a legkisebb korosztályunk az az U7-es korosztály. Az ő edzőjük Tóth Levente, aki a felnőtt csapat játékosa. A következő korosztályunk az U9-es korosztály. Elhúzom! Átlép! Ahol a kapusunk Bogdán Benjamin az edző. Utána az U11-es és az U13-as korosztály, ahol én edzem a gyerekeket. És van egy U16-os korosztályunk, ahol a Gyenei Zoli
és az ifi vagy más téven U19, ott pedig a Dorján Zoli az edző, és ugye hát a felnőtt az ugye nem tartozik, de a felnőttbe pedig Horváth Lajos az edző. Tavaszra ugye a harmadik helyet tűztük ki, a játékosok abban ugye kapnak motivációt. Már, jár a láb, jár. Figyelek, 10 darab lebegőülés.